Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jön a kis Warframe kora végre kint van, Sanctuary Onslaught mód végre kint van, és nagyon ígéretesnek tűnik. És végre valami olyasmi, mert úgy érzem, hogy a veterán játékosok is szórakozást találhatnak. Na szóval, ezt fogjuk ma délután kettőkor, magyar idő szerint kettőkor Twitch-en kipróbálni, úgyhogy gyertek, ugorjatok el, megnézzük korát, ránézünk az új fegyverekre, kiértékeljük az új fegyvereket, megéri, nem éri, korát is kicsit kiértékeljük, természetesen arról fogok még csinálni egy ilyen részletesebb bemutató videót, ahogy illik, és hát ja, Sanctuary Onslaught mód, csapat összeállításokat fogunk kipróbálni, hogy mivel lehet legjobban, legtöbbet, legtovább című történet, hogy őszintén legyek, ez a mód, ez kihívás tud lenni, és végre nem egy olyan módról beszélünk, ami frusztráló, tehát hogy is mondjam, a sorti egy bizonyos szempontból frusztráló, ilyen hülye dolgok vannak, hogy only sniper, meg radiation, meg, tehát valamit beraknak, ami a gameplayt nem nehézé teszi, vagy kihívássá, mert a sorti az egyáltalán nem nehéz, vagy kihívás, hanem frusztrálóvá. A Sanctuary Onslaught pedig egy letisztult gameplay, ahol jönnek a mobok, és maradj meg életben, próbálj meg életben maradni legjobban, ahogy tudsz, és használd ki a skilljeidet, az energiamenedzsmentet, szóval valami olyasmi, ami régebben volt a Warframe Survivor, és a Sanctuary Onslaught egy kicsit visszamegy ehhez a gyökerekhez. És emiatt én legalábbis egy élvezetes játékmódnak tartom, és egy olyan dolognak, ami nagyon jól összhangban van most a mostani Warframe-mel. Úgyhogy ja, ezt szeretnék kipróbálni ma live-ban kettőkör, úgyhogy gyertek, Jump, Twitch, Necrocream, és hát ja, találkozunk ott, szevasztok!